Hivatalosan is megnyílt a digitális közösségi alkotóműhely a Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre szakközépiskolájában. A SD-kártyát beteszünk a gépbe, és onnan dolgozik ilyenkor. Az alkotóműhelyben a 3D tervezéssel és nyomtatással is meg lehet ismerkedni. Ezt próbálták ki elsőként az érdeklődők, így tett a Bogyiszlói Általános Iskolából érkező Juhász Tamara is. Névjegyet készítettünk, de ott már egyéni névjegyet. Én az egyesületem nevét csináltattam rá. A diákok az alkotó műhelyben a legmodernebb technológiákkal ismerkedhetnek meg, de nem csak tanórákat tartanak majd itt, mondta Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja. A közösségi alkotó műhely nyitott közösségi tér. Pályorientációs tevékenységre, saját tanulóinknak a fejlesztésére, alapkompetencia fejlesztésre, szakmai kompetencia fejlesztésre tudjuk használni, és ezen kívül pedig, mint nyitott közösségi tér, a város polgárai számára is nyitva tudjuk tartani. A műhely célja a szakmák iránti érdeklődés felkeltése, a diákok sikerélményhez való juttatása, a lemorzsolódás megállítása és a csúcs technológiát ismerő és alkalmazó mesterek képzése, jelentette ki az iskola igazgatója Juhász Gábor. Olyan projekteket fogunk megvalósítani és kiajánlani az adott korosztályoknak, amelyek felkeltik az érdeklődésüket, és mindenkinek a saját alkotóvágyát egy kicsit megvalósíthatóvá és kiélhetővé teszik. Általános iskolásoknak lesz elsősorban ajánlva a program természetesen, hiszen a legnagyobb óraszámban őket szeretnénk megcélozni. Ez akár a technika oktatás kiegészítéseképpen, de inkább a pályaorientációnak a segítése lenne a fő célunk. Az oktatásra és pályaorientációra is alkalmas műhelyet mintegy 32 millió forintból alakították ki. Ez része annak az 530 millió forintos támogatásnak, amit a Szekszárdi Szakképzési Centrum nyert a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében.